Üdvözlöm a kedves tévénézőinket, napi híreinket hallják! Egy állítólagos elmebeteg szökevény tart rettegésben egy kis falut, Szeleburdot. A falu lakosainak beszámolói szerint a szökevénynek nagy hosszú fekete szakála van, hosszú fekete haja és nagy csizmát visel. A beszámolók alapján már bántalmazni is próbálta az egyik lakót. Egyik riporterünk a helyszínre utazott, hogy személyesen kérdezze ki a falu lakóit, hogy miket tapasztaltak. Mutassuk, hogy miről számolnak be Szeleburd lakosai. Jó napot! Jó napot! Jöjjön csak be! Gyerekek, gyertek ki, megjött a riporter, lehet, hogy mondani, hogy mi volt, hogy láttuk a izét. A nyényének is szóljatok, mert azt támadta meg az a szökevény. Gyertek, jó napot, üljön csak le! Jókorom, én beszéltek a mikrofonba? Szia. Jaj, fiam, adjad békén a nénit! Arra menjen, mutasd meg neki, ott van bent a nyénye. Ahhoz menjen be a nyénye, az látta azt a szökevényt, mi nem láttunk. Oda vidd be, fiam, ott a bent van a nyénye, majd mondja neki, adja te. Táskáját nyugodtan adja ki, nem lopunk ám. Napot, tehát akkor tessék mondani, mit látott a szökevénnyel kapcsolatban? Itt ültem, ki volt engedve a hajam, itt akkor még nem volt itt az ablak, mert akkor még kitörték a gyereket. És itt jött, itt valaki elkapta a hajamat. Mondom, jaj, anyám, anyám, mondom, jaj, jaj, valaki segítsen. És akkor ízi a lányt jött be, mire begyült, elfutott. Hát, hiszen olyan hosszú haja volt neki, mondom, ne, ne, ne. Futott, futott, nagy bakkantra volt, rákba voltam. Köszönöm, van még valaki más is, aki látott valamit a nyényén kívül? Ott a lányom, az látott valamit, de oda nézzen, nem is ebben a világban van. Ilyen iszébe érzi magát török sorozatokban. Lányom, mondd meg, mit láttál? Hogy én? Én a Kemált láttam, de nem láttam mást. Most lesz a Kemál, nem érek rá, meg a Szulejmán. Jól van, akkor köszönöm szépen az interjúkat, akkor én már megyek is. Várjunk, 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 mert ez a kisgyerek most mondta meg, hogy ellopta a bukszáját, itt a bukszája. Nem szoktunk ám lopni, elnézést. Semmi baj, köszönöm, visz le. Te! Loptál ezt így, amit tettél most kap? Itt van a szökevény! Aj, megint itt van! Itt! Aj, ma, hova sikonyál? Hát az csak az uram, a férjem az! Ott sikonyál, itt fázba hozta a nénye, majdnem szívinfarktus kapott potyára! Ez volt az egyik család, aki interjút adott arról, hogy mit láttak a szökevénnyel kapcsolatban. Ne aggódjanak, riporterünkkel minden rendben. Voltak olyan emberek is, akik az arcukat nem akarták vállalni, de akkor is adtak interjút arról, hogy mit is tapasztaltak a szökevénnyel szemben. Azt is mutatjuk önöknek. Jó napot, maga is nyilatkozna a szökevénnyel kapcsolatban, hogy mikor látta? Hát, olyan délután körül láttam. Láttam. Igen. Rámentem vízi útra. Ugyan. Csak annyit láttam, hogy a piros csizmába valaki szaladgál, de nem tudtam, ki az. Aztán jött ki a testvéremnek a lánya, a felesége. És mondta, hogy az anyja egy szökevény mászkál, én nem tudtam, azt mondja, nem ment az erdőbe. Tudom, mi lehet ez. Napot kívánok! Maga is nyilatkozna, hogy mit látod, vagy mit észlelt a szökevénnyel kapcsolatban? Hát én csak annyit láttam, hogy a kutya kifutott a házba, és elkezdett szaladni arra az erdő fele. Maga mit csinált akkor? Hát én pont főztem, nem mit, tudtam menni. Mit főzött? Káposztát. És látta a szökevényt?
Hálát nem láttam, de valaki ott futott arra biztosan. Nem tudom, ki lehetett, az fogalmam nincsen. Fél? Hát én nem félek, kutyák is vannak. Van négy. Mai adásunkba ennyi fért bele, de Celeburg lakosait folyamatosan figyelemmel tartják. A riportereink folyamatosan kijárunk hozzájuk, és meginterjúvoljuk őket, hogy mi az új tapasztalásuk az állítólagos elmebeteg szökevénnyel kapcsolatosan, ám még semmi bizonyíték nincs arra, hogy valóban lenne szökevény ebben a faluban. Úgyhogy hamarosan majd további híreket is hallhatnak Celeburg lakosairól. Addig is további szép estét mindenkinek, köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!